Letenye most 35 éves, és egy jubileumi ünnepség folyik éppen. Beszéljen nekünk egy picit erről, hogy miből áll ez az ünnepség. 1989. március 1-én avatták Letenyét várossá. Az akkori 1980-80 benyújtott pályázat vonatkozásában, és immáron a 35 éves jubileumi ünnepséget üljük a mai nap folyamán. Egy olyan színes programot kívántunk összeállítani, illetve rendezvényeket, amelyek letenyeieknek és letenyeiekről szól. Fellépnek a művészeti csoportjaink, az általános iskola énekkara csoportja, a Vox Varietas Kamarakórus, a Mákvirág Citera zenekar, ők mind-mind helyi csoportjaink, és úgy gondoltuk, hogy a 35 éves jubileumra, várossáválás 35. évfordulójára olyan programot és olyan műsort állítunk össze, amely megmutatja Letenye nevezetes neves értékeit. Egy 3,5 évtizedről van szó, beszélgessünk egy kicsit a város történetéről. Igen, mint ahogy említettem, 1989 óta város Letenye. Az eleink nagyon sokat küzdöttek azért, hogy Letenye várossá váljon. Nagyon sok formalitásnak, feltételnek kellett megfelelni az elmúlt időszakban. Ezt sikeresen teljesítették. Hozzátartozik az, hogy a várossá válás mellett ugye Letenye járási székhely is volt több alkalommal. E kapcsán a Szentgróttal is versenyzett a korábbi időszakban. 1989-es utáni érában már a tanácsi rendszer helyett ugye a képviselőtestületi polgármesteri rendszer került kialakításra, és elindult a város fejlődése, mind közigazgatásilag, mind pedig a gazdasági szereplők szerves bevonásával. Ha visszaemlékezünk a városavató ünnepségre, akkor egy új üzem csarnokában volt az ünnepség, amely ma már Ovizala BT néven működik, és az egyik legnagyobb foglalkoztatónk közé tartozik. Folyamatosan keressük a megújulásra a lehetőséget a 3,5 évtized vonatkozásában. Sikerekkel, de kudarccal is szembesülünk, hiszen az élet az ilyen. Folyamatosan próbálunk megújulni, itt számítunk azon személyek tapasztalatára, nagyfokú hozzáértésére, akik már tettek a városért, számítunk diszpolgárainkra, kitüntetetteinkre, és hát a fiatalokra, akiké a jövő, mint ahogy ezt a beszédemben is, az ünnepi köszöntőben is elmondtam. Akkor most térjünk át egy picit arra, hogy a beszéd az miről szólt, milyen pontokat emelnek ki ebből, hogyan lehetne összefoglalni röviden? A beszéd az elsősorban egy kis múltidézéssel indult a várossá válás óta. Néhány emlékképet villantottam fel a közösség számára, akik a közösség soraiban helyet foglaltak, ők emlékeztek ezekre a felfelvillanó képekre, mint termelői szövetkezet, kisipari szövetkezet, muraáfész, általános iskola és diákotthon, szociális otthon, vámhivatal, és hát kiemeltem a beszédemben a határ szerepét, hiszen Letenye határmenti város, Horvátországgal határos. Ugyan elmondtam azt is, hogy a határ szerepe mára már csak fogalommá vált, de szervesen meghatározta a Letenye jövőbeni fejlesztését. Azt is hozzá kell tennem, hogy Letenye az elmúlt időszakban a várossá válást követően nagyon nagy átalakuláson ment át, mind gazdasági, mind pedig társadalmi szempontok alapján. Megváltoztak az életkörülmények, megváltoztak a feltételek, megváltozott a környezet, és az akkor felépített, megépített várost nekünk kutyakötelességünk megőrizni, az értékeinket bemutatni az utókor számára, a felnövekvő generáció számára, illetve a felújításra, megújításra szoruló értékeinket pedig olyan feladattal kell terhelni, amely a jövő számára elérhető lesz. Nagyon fontos, és kihangsúlyoztam a beszédemben, hogy nem csak megépíteni szükséges, és átalakítani, újjáalakítani, felépíteni valami újat, hanem azt működtetni és fenntartani is szükséges az utókor számára. Szóba került, hogy fejlődésnek indult Letenye, illetve hogy futólag azt is érintettük, hogy milyen szakaszokon, folyamatokon ment keresztül, hogy zárásként a jövőre nézve mit lehetne mondani.
Én azt gondolom, hogy valamennyien közösen kell, hogy tegyünk letenye jövőért, hiszen a 2020-as év, ahogy beszédemben is említettem, nem volt egy könnyű év, és elég, hogyha kitekintünk Európára, vagy körbenézünk a világba. És az ott zajló események sajnos mind társadalmi, mind gazdasági szempontból negatív hatást gyakorolnak, nem csak az országra, hanem nyilván az országban lévő településekre, városokra, köztük Letenyére is. Én azt érzem, hogy most egy picit lassabban haladunk a fejlődés útján, nagyobb összefogásra van szükségünk, de nem lehetetlen feladat, és azt gondolom, hogy az álmaink, vágyainkat lefektettük, és tudjuk azt, hogy mire van szüksége a városnak, azonban ezért mindannyiunknak közösen kell megfeszített munkával dolgoznia.